Magyar filmek hétvégéjét tartottak a zalaegerszegi Art moziban. A március 15-i hosszú hétvégéhez csatlakozva az utóbbi idők legérdekfeszítőbb magyar alkotásait láthatták a filmvászon az érdeklődők. Kedvezményesen látogathatták a zalaegerszegi Art mozit a hosszú hétvégén a magyar filmek szerelmesei. 2017 óta tartjuk a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódóan a magyar filmek hétvégéjét itt az Art moziban. Ugye évente kétszer ez két hétvégét jelent összességében. Ilyenkor minden szabad munkaszüneti és ünnepnapon egy plusz vetítéssel várjuk a vendégeinket. Ezeket a vetítéseket kora délutáni órákra, fél hármas időpontra időzítjük. Mindig egy magyar filmet vetítünk le, minden nap mást. Elsőként a Magyar Passió című filmdrámát vetítették. Az 1950-ben játszódó alkotást Eperjes Károly rendezte. A 2021-es mű vetítésére többen a vallási közösségük tagjaival érkeztek. Tulajdonképpen a közösségünk nevében jöttünk el. Ez egy ilyen katolikus közösség. És hát nyilván a cím az talán akkor elmondja, hogy miért érdekel bennünket a mű. Vasárnap a Vadlovak című filmet nézhették meg, akár a gyermekes családok is. 14-én hétfőn egy gondolatébresztő utazásra invitált a Zalai Filmszínház. Ekkor a Szent Ignác útja című alkotást vetítették. A nemzeti ünnepen pedig a Mi Kodályunk dokumentumfilm volt műsoron.